Értelmiségi családban születtem, Budapesten. Édesapám az vegyész volt, édesanyám vegyész technikus, és mindent megkaptam otthonról, amit egy gyerek megkaphat, azt kell mondjam. Azt a lemondást is megkaptam, hogy zenével jobb, hogyha nem gyötörnek engem, mert ez volt az egyöntetű vélemény a tanárok és a családtagok között. Úgyhogy a zene az középiskolás koromban kezdett el érdekelni, de akkor már matek-fizika szakos osztályba jártam az Apáczai gimnáziumba. Tehát akkorra már az tulajdonképpen eldőlt, hogy műszaki pályára fogok menni. A zene viszont elkezdett nagyon érdekelni, nyilván a nulláról kellett indulnom, tehát olvastam is róla, hallgattam is rengeteget, és egy osztálytársnőmtől kaptam egy furuját. Így aztán elkezdtem hangszerezni, és ha már furuja, akkor nyilván képbe kerültek a népdalok, és még valami nagyon fontos van, ami képbe került. Ez arra az időre esik, mikor a magyar régi zenei, azt is nevezhet, mondhatom, mozgalomnak, az virágkorát érte. Tehát Cidra László volt ennek a vezéralakja, aki maga is furujás volt, blokkflőtés, és sorra jelentek meg a 16-17. Századi magyar forrásokban megmaradt dallamok korhűnek szánt előadásban. Ez rám óriási hatással volt. Aztán a következő és végső és legnagyobb hatást azt a népzenétől kaptam, táncházmozgalom felszálló ágában csatlakoztam én oda, első nagy felszálló ágában. Meghallottam a hangszeres népzenét, ebben az időben jelentek meg az első gyűjtött népzenét közreadó hanglemezek. Ezek is rabul ejtettek, a mai napig föl tudom sorolni azt a három furuja dallamot, amit ezeken a lemezeken hallottam, és amiket azóta is a meghatározó alapélményeimnek tartok. Volt egy dél-dunántúli hosszú furujázás, egy palóc-vidrócki furujázás és egy gyimesi lassú magyaros furujázás, úgyhogy így szépen a magyar területet, nyelvterületet is lefette ez a három zenei élmény. Hamar rájöttünk a barátaimmal, hogy ezt a hangszerjátékot, ezt mi csak úgy utánozhatjuk, akkor érhetjük utol, hogyha elmegyünk azokhoz, akik ezt hagyományból tudják, falura, és ott megkérjük őket, hogy mutassák meg, hogy hogy kell. És ezen a téren óriási élmények értek rögtön az elején, mert csupa kedves, jószívű, remek zenész emberrel találkoztam, egyházas kozára települt Modvai Csángó emberrel először, emberekkel először, aztán Erdélyben gyimesiekkel, magyar szlovátiakkal sorolhatnám, és ez aztán el is döntötte, hogy zenészként ebben az irányban folytatom az életemet. Eldőlt, hogy menni kell falura, mert másképp ezt megközelíteni se tudjuk, csak akkor, hogyha személyes kapcsolatba kerülünk azokkal az emberekkel, akik ezt hagyományból tudják. És akkor én furujásokat keresztem, és mindig pásztorokat találtam, ugyanis, de ők a furujások, meg a dudások is. És az emberbe fölmerül az, hogy hát jó, én most faggatom arról, hogy játssza azt a dallamot, meg mit, de hát mi az a világkép, amiben neki ez a zene, ez fontos helyet tölt be, hogy gondolkozik ő a világról, milyen az a kultúra, amiben ennek a zenének volt, vagy van helyenként még szerepe. Tehát az egész embert meg kell ismerni ahhoz, hogy ha csak ez a zenéhez akarunk jutni, akkor is. Na de hát erről szó sincs, mert ezek akkora egyéniségek, szinte kivétel nélkül, hogy hát az ember jól érzi magát velük, és barátságba akar kerülni velük. Minél többet akarunk tanulni tőlük. Megszeretjük őket, na hát mondjuk ki, meg ők is minket, mert látják az őszinte érdeklődést, és érdektelen érdeklődést, érdek nélküli érdeklődést. Úgyhogy így aztán ezek az emberi kapcsolatok úgy nagyon megszerettették velem ezt az egész pásztorkultúrát.
ezért beszélünk ma, vagy szeretek én a pásztor hangszerekről beszélni, Dudáról, Furujáról. Pál Pista bácsi, a legnagyobb mesterünk, a Palóc pásztor, az ezt egy olyan világképbe illesztette bele, hogy a Furuját Jézustól kapta az ember, a Dudát pedig az ördögtől. Tehát ez egy olyan régi duális világképnek a nyoma, amiben a pásztor van középen, mondjuk, hogy a tátos vagy a sámán szerepében is, és a hangszereivel tud kapcsolatba kerülni az éggel is, meg az alsó világgal is. Annak ellenére, hogy a Furuja nem a zászlóvívő hangszerek csoportjába tartozik a mai népzenei, városi népzenei életben, ennek ellenére vannak olyanok, akik életcéljuknak tűzik ki azt, hogy Furuját tanítsanak, furujások legyenek. Ők járnak, hát az első lépés ehhez itt például az Óbudai Zeneiskola, ahol már alsó tagozatosként jöhetnek, és hát mivel ez nem kínál zeneművészi karriert ilyen világméretekben, ezért csak az marad itt, aki tényleg érdekel, akit megragad, ezért öröm őket tanítani. És aztán ebből a rétegből aztán kikerülnek azok, akik ezt tovább akarják tanítani, ők jönnek a Zeneakadémiára, a Népzenetanszékre. Hát az ideális az volna, hogyha oda már úgy jönnének, hogy furujásként már majdnem, hogy készek lennének. Ugyanis a hagyomány az ezt sugallja. Ezek a pásztorok, akikről már beszéltem sokat, ezek úgy lettek zenészek, hangszeres zenészek, hogy születésüktől 6 éves korukig az anyjuk szoknyája mellett a felnőtt repertoárjuknak több mint a felét felszívták magukba, mint zenei anyanyelvet, passzívan. Nem fogtak hangszert, csak bellék mentek a dallamok, és mivel állatokhoz tették ki őket 7 éves koruktól segíteni, akkor kaptak furuját is. És akinek erre volt hajlama, az ezt a tudást, ami hogy anyanyelvi módon kavargott már benne, ezt hangszerével rendezte, megtanulta megjeleníteni, megszólaltatni. Ez egy korához illő játék volt, ami ugyanakkor felnőtté is tette, mert 10 éves korában eljuthatott arra a színvonalra, amin az öreg apja van. Na most ez volna az ideális, hogyha a Zeneakadémián már ilyen, mindenki ilyen lenne, aki odajön, és akkor csak látókörnövelés volna a cél. Ez nem pontosan így működik, de viszont az én példám is azt mutatja, hogy azért 20 éves fejjel is keményebb munkával, nagyobb odafigyeléssel, de el lehet jutni egy olyan szintre, ami már anyanyelvinek mondható.